Székesfehérvári Szakképzési Centrum Vajda János Technikumában is megindult a tanév. Sok készülődés, takarítás, pakolás, közösségi munka, rendszerezés, tervezés, csapatépítés után megtelt az iskola diákokkal, vidámsággal, élettel. Második emeleten 4 új tanteremmel, irodákkal, régi új helységekben iskolapszichológus szoba, dögtárgyaló szoba, nyelvi tanterem, vezetőségi tárgyaló adja a szakmai munkák megújult hátterét. Igazgatónő. Én azt gondolom, itt vagyunk szeptember első hetében, és nyüzsög az iskola, hiszen visszatértek a diákok. Hogy indult az évkezdet? Szép napot kívánok mindenkinek! Az iskolánknak a tanéve nagyon szépen indult, nagyon sokat csörgött a múlt héten a telefonunk, így a 9. évfolyamot túl is léptük az adott létszámmal, úgyhogy 2 nagyon-nagyon teljes osztályt tudtunk indítani. A 9. informatika és rendész osztálya elindult egy 27-es létszámmal, a 9. B-kereskedő osztálya pedig egy 26-os létszámmal tudta megkezdeni a tanévet, aminek már tényleg nagyon kifejezetten örülünk. De én azt gondolom, hogy ti nem pihentetek nyáron, hisz már augusztusban is zajlottak itt a különböző feladatok. Ugye nem titok az se, hogy azért a felnőtt képzés is most kiemelt szerepet kap az intézményben. Beszéljünk egy kicsit ennek a hátteréről. Igen. A felnőtt képzés kifejezetten kiemelt szerepet kap a térségbe. Ezt próbáltuk több hirdetéssel, marketinggel már erősíteni a térségbe, és kifejezetten ez lesz a fókusza az idei tanévnek, pont azért, hogy a Vajda bekerüljön egy egyedi helyzetbe ezen a környéken. Azért, ha azt vesszük, a Bicske térségében, egy 30 kilométeres körzetben nincsen lehetőség arra, hogy a felnőttek oktatása is teljesüljön. Viszont itt nálunk ez adott lesz logisztika és pénzügy szakon, a továbbiakban pedig amire igény teremtődik, azt fogjuk tudni biztosítani. Tudni kell ezekről a képzésekről, hogy 2 képzés teljesen ingyenes a felnőtteknek, pénteken és szombaton fogunk oktatást tartani, rugalmas tanulást biztosítunk a családoknak, szülőknek, édesanyáknak, édesapáknak, tehát nagyon sok e-learning anyag van, online tanulás lehetősége is megteremtődik így, megfelelő háttérrel tudjuk ezt így biztosítani. Nagyon felkészült, kifejezetten magas tudású szakmai oktatók érkeznek ilyenkor hozzánk, Székesfehérvárról, Budapestről, úgyhogy ez az, amit szeretnénk tényleg tudatosítani a környékben, hogy felnőtt oktatás itt lehetséges a Vajdában. És nincs tandíj, tehát ez egy államilag támogatott képzési rendszer. Az, ami még nálunk most nagyon kiemelkedő, azok a céges képzéseink, tehát a Vajda keretén belül nagyon sok magyarországi kiemelt cég folytatja a saját dolgozóknak a képzését. A Spár Magyarország Kereskedelmi Kft.-nek itt tanulnak a kereskedelmi értékesítői, nálunk tanul az Alphavet, az Alphazó, a Katedrának a dolgozói, hogy így néhányat kiemeljek a sokból. Úgyhogy ezt is tudni kell azért az intézményünkről, hogy ezen a téren most egy nagyon-nagyon szép fejlődés előtt áll az intézmény. Ezek mind azért szolgálnak, hogy a nappal is diákainknak a védett családias közegét ne kelljen megbomlasztanunk. Akik ide érkeznek nappal is képzésre, tulajdonképpen egy családias környezetbe kerülnek bent, és abba is maradnak. Így a nappal is képzésnek a létszámet nem kell nagyon bővítenem, hanem pont megkapja azt minden gyerek, minden család, minden szülő, hogy a gyerekeik biztonságban vannak, hiszen mindenkit ismerünk a folyosón, mindenkiről tudunk mindent, itt nem vesznek el gyerekek. Tehát itt ez a legfontosabb szempont így. Ugye nem utolsó sorban nagyon fontos az intézmény környezete. Ugye én azt gondolom, hogy aki jár itt a ominózus épület előtt mellett, láthatja, hogy a felső szint már megújult, és vannak olyan munkafolyamatok, amelyek pedig itt az elmúlt időszakban újjászülettek. Igen. Ebben a tanévben a Biatorbágyi Innovatív Technikum kiköltözött a második emeletről, elfoglalták az új épületet Biatorbágyon, és így a miénk lett a végre a második emelet, 4 gyönyörű szépen felújított új tanteremmel, ahol most az egyik tanterem informatika szaktanteremé fog átalakulni, 3 termet pedig a 2 9-es osztály és egy 12-es végzős osztály foglal el.
A továbbiakban, a következő, hát nagyon remélem, hogy a két tanévben befejeződik az iskolának a felújítása. Most lesz majd folyamatban az engedélyeztetése a további fejlesztésnek, a további felújításnak. Most jelenleg informatika, kereskedelem és rendészeti ágazaton, vagy közszolgálati ágazaton megyünk tovább. Ami másik kifejezett célja az iskolának, az intézménynek, az pedig a közszolgálatnak a megerősítése. Mert ez az az ágazat, ami szintén nem található meg a környéken, és ebben egyediek tudunk lenni. A közszolgálatot rendészeti technikus irányba fogjuk továbbvinni, és ebben is folyik továbbra is az egyeztetés a közszolgálati egyetemmel, a továbblépés, továbbtanulás tekintetében esetleg az átképzés lehetőségére, hogy minél inkább el tudjanak helyezkedni a közszolgálat terén a diákjaink. Igazgató, én azt gondolom, hogy ugye tantervet kidolgoztátok. Milyen események lesznek itt a közeljövőben, ami egy kicsit felrázza a város életét, és bekapcsolódtok ti is? Hát nem titok, hogy azért mondjuk, hogy ha nagyon önző módon beszélek, én nagyon szeretek futni, sportolni. És a másik az, hogy az iskolánk egy 3 évvel ezelőtti, sőt most már 4 évvel ezelőtti projekt keretében létrehozott egy olyan iskolai eseményt, aminek az a neve, hogy Fut a Vajda. És így ez így összekapcsolódik, hiszen iskolánkban van szintén egy profi maratonista, a Gyagási Ákos tanár úr, és ezt az eseményt, amit október elején fogunk megrendezni, nagyon szeretnénk, hogyha kifejezetten lenne egy városi eseményt, a közeljövőben az pedig már egy nagyon-nagyon szép cél lenne, hogyha egy régiós eseményé kinőni magát, hiszen mindenki tudja, hogy most országszerte azért a futás, futó versenyek, futó események nagyon népszerűek, és nagyon nagy mozgást jelent egy-egy városnak, nagyon fel tudja pesdíteni egy város életét, hogyha nagyon sok futó érkezik, lehet hozzá eseményeket, műsorokat kapcsolni, úgyhogy most igen, ez a célunk, hogy októberben legalább városi eseményén nője ki magát a Fut a Vajda, úgyhogy előre láthatólag október 7-én várjuk sok szeretettel a futni vágyókat, sportolni vágyókat, sétálni vágyókat. A városvezetésnél, polgármesterasszonynál is jártam ebben az ügyben, és intézményeink is be fognak kapcsolódni, nagyon-nagyon erős támogatást is kapunk a polgármesterasszonytól és a hivataltól is, ők is fognak indulni ezen a versenyen, tehát kifejezetten erre is fog irányulni ez az esemény.